Kéne nekem egy csacsit, egy olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Hazai és határon túli írók, költők verse is elhangzottak a Szép Magyar Beszédért szavaló versenyen. A zsűri örömmel tapasztalta, hogy egyre jobban szavalnak a fiatalok. Szabó Kövi Kamilla, a Vajda János Gimnázium 10. osztályos tanulója, tanára és egyben édesanyja javaslatára választotta Kucka Péter Golgota című versét. Én már nagyon régóta elkezdtem szavalni, és nagyon szeretem csinálni, és egy ideig most kihagytam ezt a szavalást, viszont most újra elkezdtem, mert mindenképp szeretnék fejlődni is, és hát nagyon szeretek verset mondani, és úgy gondoltam, most eljött az ideje, hogy újra elkezdjem. Az 1995-ben indult alapítványi program idei célja, hogy főként kortárs, hazai és határon túli írók és költők műveit színvonalasan tolmácsolják a tanulók. Három csoportba osztva, összesen 78 diák állt ki a zsűri elé. Kezdetben csak a helyi, majd a Keszthely vonzás körzetébe tartozó általános iskolák, majd a középiskolások is bekapcsolódtak a megmérettetésbe. Nyugodtan lehet mondani, hogy több évtizedes múltra, és rövidesen a 30. évfordulót is meg fogjuk ünnepelni pár év múlva. Itt elsősorban az volt a feladata az alapítványnak, és az volt az alapítóknak az elgondolása, hogy a határainkon kívül élő magyar költőknek, íróknak a műveit mondják, elsősorban a költőknek, és ez valóban rendkívül fontos volt, mert ugye jó pár esztendővel ezelőtt még viszonylag kevéssé ismerték a kiváló magyar költőket, azokat, akik határainkon kívül éltek. A zsűri több nyertest is választott az általános iskolások közül, köztük Sági Alina Borit, Bájer Lénárdot, Monduk Katicát, Neményi Hannát, a középiskolás korosztályból pedig Kurusta Sára bizonyult a legjobbnak.